Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Fiat 500X és 500L. Most egyedi kedvezményes őszi ajánlatok a márka kereskedésekben. Ammónia szivárgás miatt jöttek a tűzoltók a Barneválhoz, a gyakorlaton felkészültek az esetleges veszélyhelyzetek elhárítására. Megtalálták, mitől áporodott szagú az ivóvíz, a belső hálózatok és a vízmelegítők kitakarítását javasolják a szakemberek. Hiába jöttek, nem itt tárgyalták. A fővárosi törvényszékre került a pénzintézetet beperlő Majsai asszony pere. Alaki gyakorlatok a humán szakképzőben, az országos haditornán is jól szerepeltek a diákok. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hír összefoglalóját látják. Ma délelőtt megszólalt a Barneval lakosságvédelmi szirénája, majd néhány perc múlva tűzoltók fékeztek a gyár Bokréta utcai kapujánál. Mindez egy külső védelmi gyakorlat része volt, melyen egy ammónia szivárgás miatt kialakult vészhelyzet felszámolása volt a résztvevők feladata. Külső védelmi tervgyakorlat, lakosságtájékoztató közleményét hallják. A Barneval környékén lehetett ezt hallani ma délelőtt. Egy úgynevezett külső védelmi gyakorlatot tartott a tűzoltóság, a mentőszolgálat, a rendőrség, az önkormányzattal, a polgárőrséggel közösen. A sziréna hangjára egy környéken élő bácsinak eszébe jutott egy 1957. februári történet, amikor robbanás volt a gyárban. A gépházba 1,50 fölött minden megolvadt, ami volt, de a földön még csak az olaj se gyulladt meg. Szerencsére most nem erről volt szó. A feltételezések szerint ammónia szivárgás történt. Az elsődleges beavatkozást a helyi szakemberek végezték. Közben megérkeztek a tűzoltók és igyekeztek tájékozódni a kialakult helyzetről. Ebben a Barneval illetékese segített. Elzártuk az ammóniát, fent a csöveknél még szivárog, ahol csőtörésünk van. Egy sérültünk van, egy lábtörött. Igen, és hol van? Bent van a... bevegyünk a TMK előtt. A szélirány az, jól értem, hogy déli... Délnyugati. Csatornaszemeket sikerült eltömíteni. Eltömítettük, lezártuk, le van szivatva a rendszer. Kiderült, hogy az esetnek sérültje is van, ezért mentőket a helyszínre kérték. Ők a tűzoltókkal közösen mentek be a szerencsétlenül járt munkásért a gyár területére. Eszméleténél van, a mentősök a lábát rögzítették, hordágyon fent van, lassan megkezdik a területről való kivitelezvétel. A lábtörött férfit sikerült kimenteni a veszélyes helyről, két védőruhába öltözött tűzoltó pedig vízsugarat szerelt és ki is próbálta annak működését. Közben megérkezett a katasztrófa védelem mobil laboratóriuma, amely méréseket végzett. A rendőrök pedig az autósokat tájékoztatták. Tovább lehet haladni, lassan, katasztrófa védelem gyakorlaton folyamatban. Jó? A forgatókönyv szerint két férfi az utcán lett rosszul az ammóniától. Nekik is tűzoltói segítségre volt szükségük. Légzőállatban, hordágyon és hordszéken vitték őket a mentőautóhoz, ott kapták meg a szükséges ellátást. Ez volt a gyakorlat egyik utolsó pillanata. A koreográfia szerint a veszélyhelyzet is elmúlt. 11 óra 03 perckor jeleztük azt, hogy a létesítmény részéről megszüntetésre került az ammónia szivárgás vétel. Az értékelés után a Városházán speciális, veszélyes anyag ellen védő állarcokat vehetett át a Megyei Polgári Védelmi Szövetségtől Vaslóczky Ferenc, Kiskuhalas rendőrkapitánya.
A fővárosban folytatódik az évek óta tartó pereskedés. Az elmúlt években több alkalommal is beszámoltunk híradónkban arról a kiskumansai nyugdíjas hölgyről, aki beperelte az egyik országos pénzintézetet. Tavaly közel 4 évnyi pereskedés után a bíróság helyt adott az asszony követeléseinek és semmisnek tekintette a nő deviza hiteles szerződését. Most úgy tűnik, a folyamatnak nincs vége, hiszen a bank az ügy további vizsgálatát kérte, így a hölgy felperesből alperes lett. Ma délelőtt a kiskunlasi járásbíróságon kezdődött volna meg az újabb tárgyalássorozat, azonban, mint a helyszínen kiderült, az ügyet a fővárosi törvényszék vette át, így Halas helyett Budapesten születhet majd ítélet a perben. Már tudják, mitől áporodott szagú a víz. A régi hálózatokban lerakódott lepedék, valamint a vízmelegítőkben összegyűlő vízkő és egyéb anyagok bomlása okozza azt, hogy a csapból kifolyó víznek néha bizony szaga van. Az összes vízműtelep a szigorú előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltat a térségben. A szakemberek azt javasolják, ahol ez a probléma előfordul, ott hálózattisztítást és a vízmelegítők azonnali takarítását kell elvégezni. Ez megoldhatja a problémát. Van az a büdös penészes, áporodott szag. Na, ez az, ami... A Mix házaspár alig 300 méterrel lakik a felújított kiszállási vízműteleptől. A nyár folyamán ők is rácsodálkoztak, hogy milyen furcsa szaga lett a víznek. Én például reggel korán megyek dolgozni, és amikor kiengedtem a vizet, hogy inni szerettem volna, akkor ilyen dohos íze volt a víz, meg még a szagán is érződött, hogy dohos volt a víz, és nem igazán ittuk meg, mert inkább ásványvizet veszünk azóta, mióta ilyen a víz. A probléma nem volt egyedi, más térségekben, így Baja és Kiskörös településeken is hasonló szaghatásokat tapasztalhattak a fogyasztók. A jelenség a vízügyi szakembereket is meglepte, hiszen az ivóvíz minőségjavító program beruházásait, felújításait, technológiaváltásait követően minden labor eredmény szerint kristálytiszta, az uniós és hazai szabályoknak megfelelő vizet szolgáltatnak a vízművek. Mátyus Zoltán szerint a következő lehet az áporodott szag oka. Mind a 33 víztisztító az EU és a szigorú magyar szabványoknak megfelelően rendben jól működik, tehát a víztisztítót elhagyó víz minősége az kifogástalan. Viszont ezt a megtisztított vizet belehelyeztük egy nagyon régi hálózatba. A projekt kapcsán az utcai vezetékeket, azokat mi egy belső szivacsdugos mosatással mi kitisztítottuk, de akkor még mindig ott van, hogy a fogyasztói vezetékek, a házakban, az udvarokban és a lakásokban lévő vízvezetékek, azok ugye a régiek. És minden erőt megmozgattunk mi is, a kivitelezőkkel, a szakembereinkkel, rengeteg laborvizsgálatot végeztünk, és arra a konklúzióra jutottunk, hogy sajnos a régi vezetékek az oka ennek az időként büdös és dohos illatnak. A csőtisztítási munkálatok eredményeként napjainkban már a kiszállásiak is egyre kevesebb ilyen szaghatást érezhetnek. Most tűrhető, most azért meg lehet inni. Nem, nincs olyan erős szaga, meg íze. Azért közelít a iható vízhez. A helyzet tehát sokkal jobb, mint volt. A szakemberek azt mondják, néhány hónap kell még, hogy a biológia és tisztulási folyamatok véglegesek legyenek. Mivel hozzányúltunk a víznek, a régi víznek az összetételéhez, ez a víz próbál regenerálódni. Belekerül a régi vasas hálózatban, és onnantól visszapróbálja oldani azokat az ásványi anyagokat, és ez sikerül is neki. Addig, amíg esetleg a belső vezetékeket, a belső berendezéseket, gondolok itt például gázmelegítőkre, bojlerekre, WC-tartályokra, amíg ezeket ki nem takarítjuk, és nem segítjük ezáltal, hogy azoknak a lerakódott falán lévő szennyeződések azok lejöjjenek, addig a víz próbálja ezeket onnan leszedni, és főleg, hogyha ez nem használjuk folyamatosan, ez okozza ezt az állott szagot. Kiskörösön és térségében elvétve még mindig vannak időszakos panaszok az áporodott szagú víz miatt. A Kiskunvíz Kft. Szakemberei arra a következtetésre jutottak, hogy a vízmelegítők lehetnek a probléma források. Így néz ki például egy 3 éve takarított elektromos vízmelegítő belseje. Ezek a tartályok, a melegvíztárolók, ezekbe, főleg az elektromos tartályokba, vagy elektromos vízforralókba, és a
bojlerokba, de a hőtárolós gázbojlerokba is előfordul ez a jelenség, hogy a vízkő kicsapódik a forralás hatására, a vízkő kicsapódik a tartályba, és az anódon van benne egy ilyen szerkezet, ami azt akadályozza meg, hogy a fűtőszárra kijöjjön ez a vízkő, és ott a teljesítményt rontsa a fűtő teljesítményt. Emiatt ez a vízkő a tartály aljára leülepszik, és abba mindenféle biológiai és kémiai folyamatok játszódnak le. Vannak az elektrokémiai folyamatok, amelyek a víznek egyes szerkezeteit, egyes alkotórészeit is képesek bontani. Ez a vízkő, ez 3 éves. A keletkezett kénhidrogén lehet a bűz forrása, ugyanezek a folyamatok a WC tartályokon belül is elindulhatnak, ezért célszerű szakembert hívni és elvégeztetni a szükséges tisztításukat. Fontos döntések előtt áll Halas képviselő testülete. A csütörtöki tanácskozáson többek között a gyűjtő utak felújítási sorrendjének megváltoztatása is a napirendik között szerepel. Tervek szerint évente legalább megpróbálnak egy nagy forgalmú gyűjtő utat felújítani. A Bajza és a Petőfi utcák már elkészültek, jövőre a Jókai utcán a sor, amelynek tervezése már folyamatban van. Utána a Batthyány utca jött volna, ám vannak még annál is rosszabb állapotban lévő utak, ezért módosítanák a sorrendet. Ha a képviselő testület is úgy dönt, akkor a Jókai utca után a Szabadkai és a Szent Imre utca keramitos burkolata következne, majd pedig a Tinódi utca. A megyében elsőként szeretnének Halason ovi foci pályákat kialakítani. Az ország több településén már nagy kihasználtsággal működnek az ilyen 4 évszakos műfüves bekerített pályák. Pályánként 9 millió forintba kerülne a beruházás, ebből mintegy 3 millió forint lenne az önkormányzati segítség, a fennmaradó összeget pedig a TAO-s forrásból tervezik biztosítani. Az ovi foci programban a Felsővárosi és a Bóbita óvoda venne részt. A témáról szintén holnap tanácskozik Halas képviselő testülete. A tanácskozást a 13 órakor kezdődő zárt ülést követően a Halas Televízió és a halasmedia.hu élőben közvetíti. Vezényszavakat teljesítenek a diákok, katonák tartanak alaki foglalkozást több héten keresztül a humán szakképző iskolákban. Ezek az ismeretek a rendvédelmis diákok érettségi tételei között is szerepelnek. Az iskola csapata részt vett az országos haditornán is. 19 csapat közül megnyerték a megyei döntőt. Helybenjárás! Inui! Bal! Bal! Menetelés, vigyázzállás. Nem mindennapi tanórákon vesznek részt ezekben a hetekben a humán szakképzőiskola rendvédelmis diákjai. Katonák tartanak alaki foglalkozásokat a fiataloknak. Nagyon jó az együttműködés az iskola és a katonigazgatási központi imádtató parancsnokság között. Azért kaptunk meghívást, hogy 3 héten keresztül a diákoknak alaki foglalkozást tartsunk. Ez egy ilyen rendhagyó osztályfőnöki óra, testnevelés óra és egyéb órák keretében. A gyerekeket próbáljuk megismertetni azokkal az alapvető mozdulatokkal, amik például jobbra át, balra át, át hátra arc. Így kimondva tényleg nem olyan nehéz, ezek a mozdulatok, de amikor a végrehajtásra kerül a sor, azért szoktak vicces dolgok történni. Megpróbálunk segíteni a diákoknak, hogy minél jobban megismerjék az alaki foglalkozást a Magyar Honvédségnél. Az alaki foglalkozás összekovácsolja fiatalokat, tartást, fegyelmet ad, ráadásul szerepel az érettségi tételek között. Katonai alapkiképzés, ez igazából tartást ad. Becsületre megtanítják őket, a rendvédelemnek a legfontosabb feladatait megtanulják ezzel a 1-2 órával. Érettségi tantárként szerepel a katonalapi ismeretek, eleve a rendvédelmi szervek körébe beletartozik, úgyhogy benne lesz van a tételben, jó lesz erre majd felkészülni, illetve az eredményeket nézve igenis kapnak a gyerekek elismerést, ami egyben is meg fog mutatkozni. A diákok kedvelik ezeket az órákat és hasznosnak tartják, főként azok, akik ebben a pályában gondolkodnak. Elsősorban rendészeti pályát szeretném folytatni, de ebben az iskolában nem csak a rendőrséget ismerjük meg, hanem egyben a katasztrófavédelmet, a honvédséget, és a polgárőrségbe is, abba is betekintést nyújt. Jobbra, nézz! Például az alakizás, az a rendőrségnél is nagyon fontos szerepet játszik, fegyelmet tanít, és hát maga a jó kiállás az is fontos, mert például az utcán járőrözünk, az emberek ne azt lássák, hogy egy alamuszi rendőr ott tartja a rendet. Azért egy jó kiállású rendőr mégiscsak biztonságot sugal. Közé, nézd! Szabad, pihenj!
A gyakorlásoknak meg is van az eredménye. Az országos haditorna versenyen most először indult a humán szakképző csapata, és egyből megnyerték a megyei döntőt. Volt 4x400 méteres váltófutás, AK-47-es gépkörbeivel kellett futnunk. Volt akadálypálya, céllövészet, meg volt egy ilyen haditornatotó is. A csapat örül a győzelemnek, de már az országos döntőre koncentrálnak. Nagyon sokat készültünk rá, és mivel első alkalommal indultunk, ezért ez egy elég nagy szó volt szerintem. Viszont most jön majd az országos döntő, hogyha jól hallottam. Igen, arra még többet kell készülnünk, és szerintem, hogyha teljesen odaadjuk magunkat, beledobjuk minden erőnket, akkor szerintem az is sikerülni fog. A humán szakképzőben a diákokra a jövő héten is izgalmas órák várnak. Akkor a büntetés végrehajtástól érkeznek fegyőrök, de még kutyák is. Újra téma lett a faleváltási terv. Egy tavaszi testületi döntés szerint 2017-től indulna a több ütemesre tervezett program. Elsőként a városháza és a buszmegálló közötti fákkal kezdenénk a faleváltást. Kertészmérnök készítette a tervet, melynek célja a beteg öreg fák lecserélése olyan fajtákra, amelyek a jelenlegi ostorfáknál esztétikusabbak. Nemrég civil kérés érkezett az önkormányzathoz, hogy az öreg fákat lassabb ütemben cseréljék le. A pénzügyi település fejlesztési bizottság már megvitatta a felvetést, és úgy döntöttek, hogy a képviselőtestület január végéig tárgyaljon újra a fák kérdéséről. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Ammónia szivárgás miatt jöttek a tűzoltók a Barneválhoz, a gyakorlaton felkészültek az esetleges veszélyhelyzetek elhárítására. Megtalálták, mitől áporodott szagú az ivóvíz, a belső hálózatok és a vízmelegítők kitakarítását javasolják a szakemberek. Hiába jöttek, nem itt tárgyalták. A fővárosi törvényszékre került a pénzintézetet beperlő Majsai asszony pere. Alaki gyakorlatok a humán szakképzőben, az országos haditornán is jól szerepeltek a diákok. Arra kérem önöket, maradjanak továbbra is velünk, rögtön elmondjuk, milyen idő várható a következő 24 órában, majd az időjárási előrejelzést követi a napi mozaik rovatunk. Ebben hálaadó napról mutatunk néhány felvételt, a helyszín az Ékeskapu otthon. 7:30-kor kezdődik a Beszéljünk róla magazin, a kiskunhasi humán szakképzőből érkeznek ide vendégek, szó lesz a szakiskolai és szakgimnáziumi képzésekről. Tehát hamarosan jönnek a részletek 7:30-kor, most azonban búcsúzom, viszontlátásra!